sürgősségi táska meg olyan ellátásoknál van, hogyha kórházakon belül kell szállítanunk, akkor ugye általában ezen a táskával szoktunk menni a transport ideje alatt. Új eszközökkel gyarapodott a Balassa János Kórház gyermekosztálya, ugyanis idén 3,7 millió forint gyűlt össze Tolna vármegyében az országos jótékonysági vadászaton. Ez az összeg jóval több, csak nem négyszerese a korábbi években az intézménynek eljutatott támogatásoknak. A pénzből sürgősségi táskákat és sürgősségi kocsit szereztek be, emellett a gyermekszemészeti ellátást is tudták fejleszteni a kórházban. A vizsgálatokhoz szükséges próbalencsesort vásároltak kerettel és lineáris polarizációs szűrővel. A harmadik eszköz pedig egy olyan pótolhatatlan eszköz, amivel az MR vizsgálatok során tudjuk a betegeket monitorizálni folyamatosan, közel 30-40 perces vizsgálatokat tudunk egy olyan pulzoximéterrel vizsgálni, amivel ugye az oxigénszaturációs értékeiket, a pulzusokat, vitális paramétereiket tudjuk ellenőrizni, és ezáltal folyamatosan nyomon követni, hogy az állapotukban esetleg valamilyen romlás bekövetkezik a vizsgálat ideje alatt. Ezúttal három helyszínen, Alsónyéken, Szálkán és Kaposkoppányban közel 100 vadász csatlakozott a kezdeményezéshez. 15. helyről felkúszott Tolna vármegye az országos listán 4. helyre, úgyhogy jövőre mindenképpen az a cél, hogy dobogós helyen végezzünk, és nagyon szeretném azt, hogyha a 3,7 millió forintból egy még szebb összeget tudnánk a vadásztársadalommal közösen felajánlani a gyermekosztály számára. Horváth István Tolna vármegye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője, aki egyébként szintén részt vett a vadászaton, elmondta, hogy évről évre egyre többen csatlakoznak a jótékonysági akcióhoz. Amellett, hogy a természettel való kapcsolatát erősíti a vadász, ezen kívül a saját maga költségére jótékonykodik és pénzösszegeket gyűjt annak érdekében, hogy a Tolna vármegyében lévő gyermekeknek a kórházi ellátása az minél magasabb színvonalú legyen. Ez a fajta társadalmi szerepvállalás, amit a Tolna megyei vadászok most példaértékűen mutattak, ez más közösségek számára is előremutató lehet. 2013 óta szerveznek jótékonysági vadászatot hazánkban, országossá azonban 2019-ben nőtte ki magát a kezdeményezés. A Magyar Vadásztársadalom idén 21 kórháznak nyújtott összesen 46,5 millió forint értékű támogatást, a 10 év alatt pedig 116 000 gyermeknek segítettek már.